Az elmúlt évet kellene dióhéjban jellemezni, akkor egy ilyen közhelyjel kezdeném, hogy ennél rosszabb évünk sose legyen. A Bátaszékese második sportgáláján ezzel a mondattal összegezte Nagy Ákos elnök az elmúlt esztendőt. Mind infrastruktúráját tekintve, mind eredményességében a vártnál jobb évet búcsúztathatott az Egyesület, és olyan úton halad, mely minden sportvezető álma lehet. A sportgálának feltettünk egy nagyon komoly nívót a tavalyi évben. Ugye ez abból indult ki, hogy annak idején a sportbálba díjaztuk a sportolókat, ott köszöntöttük az edzőket is, és a 2017-es újonnan felállt egyesületi elnökség úgy határozott, hogy találjunk ki valami más fórumot, más gálát ennek a díjazásnak az átadására, illetve megtartására, és így alakult meg tavaly gyakorlatilag 2018-ban az első sportgála, és a visszajelzések, visszacsatolás nagyon pozitívak voltak, tehát ez egy nagyon jó, emelkedett hangú, nagyon színvonalas program lett belőle, és úgy döntöttünk, hogy hagyományt teremtünk belőle. Azt kell mondanom, hogy mind szakmailag nagyon, nagyon jól teljesítettek a szakosztályok, mind gazdaságilag, financiálisan nagyon jól gazdálkodtak, és nagyon jó évünk volt. Ugye hát csak gondoljunk a múlt heti műfüves átadó ünnepségre, tehát infrastruktúrálisan is fejlődött a BSE. Szakmailag én azt gondolom, hogy fiatalos, menedzser szemléletű emberek állnak a szakosztályok élén, tehát nagyon jó csapatmunka folyik a szakosztályokon belül, nagyon jók a pedagógusaink, nagyon jó az edzők és a diákok, versenyzők kapcsolata. Tehát én azt mondom, hogy most tényleg nagyon jól összeállt ez az év. Az egyetlen probléma az infrastruktúrális feszültség, mondja Nagy Ákos, ami mögött az áll, hogy hál' Isten még mindig van sportolni váló gyerek. És inkább ezzel küzdjünk meg, mint azzal a hiánnyal, hogy nincs kinek edzést tartani. Talán a város létszámához, vagy népességéhez mérten egész jól állunk, hiszen egy 300 fő feletti sportolói bázisról beszélünk. Most azt lehet mondani, hogy a sportegyesület szinte a város egyik legnagyobb létszámmal rendelkező egyesületévé nőtte ki magát. Nagyon sok fiatalt sikerül megszólítani a különböző sportágokban, karátét sem szabad kifelejteni, hiszen ott az ott dolgozó csapatnak is az elmúlt években sikerült megtöbbszörözni az utánpótlásban résztvevő fiataloknak a számát. A munka meghozza a gyümölcsét, ez a város is igyekszik megfelelő módon felnőni ez a fejlődéshez, hiszen a sportlétesítményeket is igyekszünk olyan állapotban tartani, hogy megfelelő módon ki tudják szolgálni a sportolóknak az igényeik, a sportban dolgozóknak az igényeit, és hát ezt a munkát szeretnénk folytatni az elkövetkező esztendőben is. A többi szakosztályon is látom, hogy lépegetnek előre, például a kosarasok is, most már azért több utánpótlás edzőjük van, én úgy gondolom, hogy oda is nagyon, nagyon ismerek sok gyereket, aki ide is járt, oda is járt, aztán majd az idő eldönti, hogy igazából melyik sportágnál köt ki, úgyhogy úgy gondolom, hogy nekünk utánpótlásra foglalkozó edzőknek az a dolgunk, hogy minél több gyereket oda kössünk a sportpályákhoz. Hogy ez most labdarúgás, vagy kosárlabda, vagy úszás, vagy karate, az szinte tulajdonképpen mindegy. A város marketing elemévé vált a BSE, hiszen kiváló megyei, országos és a kadete tekintetében nemzetközi eredmények viszik a város hírét. Ennek megfelelően a sportolók elismert tagjai a közösségnek, még a gyerekek esetében is. A szakmai munkában biztos, hogy lennének olyan, illetve vannak is olyan fiatal felnőttek, akik képesek adott esetben már felnőtt szinten is megfelelő eredményeket, vagy kitűnő eredményeket elérni. Ez mondjuk elsősorban az egyéni sportágokban igaz. A létesítményeink azért nem alkalmasak nemzetközi versenyek lebonyolítására, ezt jól látjuk, hiszen a karate szakosztály évek óta már nem tudja Bátaszéken megtartani a rendezvényeit, mert 600 fős részvételi létszámra ez már alkalmas, vagy nem alkalmas ez a létesítmény. Ezt a lehetőséget próbáljuk fenntartani. Én azt gondolom, hogy a mi szintünkön elsősorban a fiatalokat kell bevonni és megteremteni számukra a lehetőségeket, hogy ők szeressenek sportolni, és ha komolyabb eredményekre képesek, arra megvannak már a megfelelő szintű klubok. Én azt gondolom, hogy valamennyi szakosztály a lehetőségekhez mérten kitűnően teljesített ebben az esztendőben is. Nagyon jó szakmai gárda van kosárlabdában, karatéban, labdarúgásban és úszásban is. Ennél többet talán ez a kisváros nem is tudna.
sem anyagilag elbírni, és talán utánpótlásban sincs már annyi gyermek, hogy adott esetben ezt szélesíteni lehetne. A város közössége is büszke a fiataljaira, hiszen azért elkényeztetnek bennünket megyei szintű eredményekkel, most gondolok itt a labdarúgásra, ahol ebben az esztendőben ott vagyunk megyei szinten azért a dobogón. De karátéban évek óta hozzuk nem csak az országos, hanem a nemzetközi szintű eredményeket, úszásban diákolimpiai helyezéseink vannak, és amikor ezeket olvassuk, akkor büszkék vagyunk, hogy bátaszéki gyerekek ilyen eredményt tudnak elérni, jó bátaszékinek lenni. Az idei évben díjat kapott Izsák Bence karatézó, Bakó Bálint kosárlabdázó, Gábor Gergő labdarúgó, Szűcs Kristóf úszó, Heberling Dániel kosárlabdázó, Varjas Balázs labdarúgó, Győri Liának karatézó és Kovács Zoltán karatézó.